Uram, érvelmez. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökké, amen. Az Úrhoz kiáltottam nyomorúságunkban és meghallgatott engem. Uram, szabadítsd meg lelkemet a családajkoktól és az álmok nyelvtől. Még mivel sújtson, mit adjon még neked az álmok nyelvért? A hatalmasnak hegyes nyilait pusztító parással. Jaj nekem, mert fizetésem meghosszabbodott, két ársátrai között táboroztam. Sokat volt szám kivetett az én lelkem. Mégis voltam azokhoz, akik gyűlölik a békességet, mégis ott szóltam hozzá, hogy fogért rostromoltak engem. Szememet a megyekben, mert az én segítségem az Úrtól van, aki a mennyet és földet alkotta. Ne hagyd ingadozni lábadat, ne aludjon az, aki téged őriz. Ímen nem szunnyad és nem alszik el, ki őrzi Izraelt. Az Úr őriz téged, az Úr oltalmazód jobb kezed felül. Nappal nem éget téged, a nap sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden rossztól, az Úr megőrzi lelkedet. Megőriz az Úr jártadban, keltedben, mostantól mindörökké. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökké, amen. Alleluja, 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 dicsőség néked, Isten! Ismét és ismét békességben könyörögjük az Úrhoz. Uram, irgalmaz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, irgalmaz! És mindenkor és örökkön örökké, amen. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye, nem inog meg sohasem, aki Jeruzsálemben lakik. Ahogy hegyek veszik körül, úgy veszik körül népét is az Úr mostantól és mindörökké. Mert az Úr nem hagyja a bűnösök jogarát az igazak osztály részén, nehogy az igazak is gonoszságra nyújtsák kezüket. Így útlan a jókkal és az igaz szívűekkel, akik pedig görbe utakra hajlanak, azokat az Úr elragadja a gonosztevőkkel. Ékesség legyen Izraelen, mikor az Úr visszatérítette Sion tapogságból, mint megvégasztaltak lettünk, akkor megtelt a szánk örömmel és nyelvünk újongással, akkor azt mondják majd a nemzetek körében, nagy dolgokat művelt az Úr velünk, nagy dolgokat cselekedett az Úr velünk, és mi megteltünk örömmel. Fordítsd vissza úrunk fogságunkat, mind élelapadatokat, akik könnyek közt vetnek, majd újonva aratnak. Sírva mentek is, menet közben vetették a magot, de amikor jönnek, megérkeznek újongással, hozván kevés szívéiket. Az Úr nem építi a házat, hiába fáradoztak annak építői. Az Úr nem őrzi a várost, hiába vír azt, aki őrzi azt. Hiába keltek föl víradat elég, csak keljetek föl, miután lepihentetek, ti, akik fájdalom kenyerét eszitek, míg ő álmot ad azoknak, akiket szeret. Íme az Úr örök része, a fiak az anya mély gyümölcsének jutalma, mint a nyilak a harcos kezében olyanok, az egykor megvetettek fiai, boldog az, kinek kívánsága betelik velük. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen.
Halleluja, 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 dicsőség néked, Isten! Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg könyörét, és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén. Önmagunkkal egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Számos és ember szerető Isten vagy, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökké. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Halleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörögj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmed. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén. Önmagunkkal egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Te vagy a mi Istenünk, az irgalom és üdvösség is,
s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, te hozzád kiáltok, hallgass meg engem, figyelmezz imádságom hangjára, midőn te hozzád kiáltok, hallgass meg engem, Uram. Igazodjék föl az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé, kezeimnek fölemelése, esti áldozatgyanánt, hallgass meg engem, Uram. Mit ki a tömlöcből lelkemet, hogy dicsérjem a te nevedet. Elérkezett a javunkra való böjt közepe, mely javunkra vált az elmúlt napokban, a hátra levőkben pedig hasznot ígér, mert a jóban való igyekvés több jót tettet terem. Járuljunk azért a minden javat adományozó Krisztus kedvében, és így kiáltsunk hozzá, aki értünk böjtöltél és a keresztet elszenvedted. Méltass minket arra, hogy elítélés nélkül vehessünk részt a te isteni húsvétodban, és békességben éljünk, s téged az Atyával és a Szentlélekkel méltán dicsőítsünk. Az igazak várnak rám, még jót teszel velem. Elérkezett a javunkra való böjt közepe, mely javunkra vált az elmúlt napokban, a hátra levőkben pedig hasznot ígér, mert a jóban való igyekvés több jót tettet terem. Járjunk ezért a minden javat adományozó Krisztus kedvében, és így kiáltsunk hozzá, aki értünk böjtöltél és a keresztet elszenvedted. Méltass minket arra, hogy elítélés nélkül vehessünk részt a te isteni húsvétodban, és békességben éljünk, s téged az Atyával és a Szentlélekkel méltán dicsőítsünk. A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád, Uram, hallgass meg az én szómat. Akik az erényeket titokban művelik, lelki jutalomra készülve, nem a terek közepén hősködnek ezekkel, hanem szívükben sejében hordják, és az, aki mindenkiben látja, még a titokban történő dolgokat is, megadja önmegtagadásunk jutalmát. Végezzük tehát a böjtölést, anélkül, hogy arcunk elkomorodna, hanem lelkünk rejtekében imádkozzunk, és szüntelenül hangoztassuk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, kérünk téged, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Legyenek füleid figyelmesek az én könyörgésem szavára.
Lelketek kioldhatatlan vágyában, Krisztus nem tagadtátok meg, kék a kínzások különféle kínjait eltűrve, még a zsarnokok vakmerőségét is legyőztétek, hajlíthatatlanul és rendíthetetlenül tartva meg a hitet, mennyekbe jutottatok, hol az Úr bizalmát elnyerve, könyörögjetek hozzá érettünk, hogy adjon a világnak békességet, és a mi lelkünknek gazdag kegyelmet. Ó, vitkeket figyelembe veszel, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad vagyon a kegyelem. Mossuk meg mindnyájan lelkünket a böjtölés vízében, menjünk és hódoljunk híven az Úr drága és tiszteletre méltó keresztje előtt, hogy isteni világosságot nyerjünk tőle, amely már mostantól az örök üdvösséget termi, s a békességet is a nagy kegyelmet. És a te törvényedért remélek benned, Uram, remél az én lelkem az ő igéért, az én lelkem az Úrban bízik. Kereszt, amelyre az apostolok oly büszkék, a fejedelmek az égi erők, és a főangyalok tisztelettel illetnek, mi is leborulunk előtten, te szabadíts meg minden bajtól minket, és arra is méltass bennünket, hogy az önmegtagadás pálya futását helyesen végezzük el, s a föltámadás napját elérjük, és mindez üdvösségünkre legyen. A rengeli vigyázattól éjjelénk bízzék Izrael az Úrban. Maga az Úr keresztje előtt leborulva ezt kiáltsuk, üdvözz légy életfája, halál elpusztítója, üdvözz légy a világ örvendezése, enyészet megszüntetője, üdvözz légy, mert hatalmaddal a gonosz lelkeket szétszúrod, hívelek büszkeséggel legyőzhetetlen fegyver, kérünk, őrizd itt, és szenteld meg azokat, kik téged csókjukkal illetnek. Mert az Úrnál az irgalmasság, és nála bőséges a megváltás, és ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságából. Az Isten ismeret fényáradatát befogadtan, lelked szeme megvilágosult, ó bölcs, az eltévejed és sötétségét buzgó szívvel elhagytad, és azt vallottad, hogy Krisztus a mindenség testet fölvett, Ura, azért a Szentlélek ereje erősített téged, s a kínoknak fölébe kerültél, végtelenül hírneves Krüszantosz. Dicsérjétek az Urat minden nemzetek, dicsérjétek őt minden népek. Az ellenség csábításait és a gyönyör tüzét, mint a pókhálót semmibe vette, a
sötét börtönt elviseltel, és isteni fényben ragyogtál, lelki jó illattal töltekeztél, mikor a szemét közepén álltál, és mint jeles műfény szeplőtelen mennyasszonyként Krisztushoz vezetted azt, aki téged meg akart rontani. Mert megerősödött rajtunk az ő irgalmassága, és az Úr igaz volt, amint örökké megmaradt. Megsebesített a teremtő legédesebb szeretete, s az eltévejedés istentelenségétől teljesen elfordultál, az isteni lakodalmas ház belsejébe jutottál, hogy a sok testi kén után Krisztus jegyesévé légy, nagy hírnevű Dária, a Szentlélek isteni hajléka, bajnokok dicsekvése szűzek ékességek. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ma a megközelíthetetlen lényegű, megközelíthetővé válik nekem, és kínokat szemben, megszabadítva engem a kínoktól. Ki világosságot adott a vakoknak, azt a gonosz ajkak megköbdösik, s ő átengedi hátát kokkorbácsolásra a rabok érdekében. Két az ő anyja a legtisztább szűz, a kereszten függve látván, fájdalommal felsóhajtott. Jaj, nekem én gyermekem, miért cselekedted ezt, hogy noha szépségben minden embernél ékesebb vagy. Most élettelenül és alak nélkül füngesz a keresztem, nem lévén sem tekinteted, sem szépséged. Ó, jaj, nekem én világom, nem bírlak nézni, mint szendergőt, bensőmbe sebet kaptam, és éles tőr járja át szívemet. Éneklem a te kényszenvedésedet, imádom a te jó indulatodat. Hosszantűrő Uram, dicsőség néked! Yeah.
Áldott az Úr Izrael Istene, ki egyenült ez csodálatos dolgokat, ki egyenült ez csodálatos dolgokat. Isten add ítéletedet a királynak és igazságodat a király fiának. Áldott az Úr Izrael Istene, ki egyenült ez csodálatos dolgokat, ki egyenült ez csodálatos dolgokat. Teremtés könyvének olvasása. Fiai, kik a bárkából kijöttek, Szem, Kám és Jáfet voltak, s Kám lett az atya Kánaánnak. Ezek hárman voltak Noé fiai, és tőlük népesedett be az egész föld. Noé aztán, mint földművelő, elsőként ültetett szőlőt. Miután ivott a borból, megrészegült, úgyhogy mesztelenül feküdt a sátrában. Meglátta Kám, Kánaán atya a saját apja mesztelenségét, és hírül adta két lévő két testvérének, ám Szem és Jáfet vállukra vették a köntösüket, és hátrafelé menve betakarták asztjuk mesztelenségét. Arcukat elfordították, és így nem látták apjuk mesztelenségét. Mikor aztán Noé kiúzanodott a bor mámorából, és megtudtam, mit tett vele kisebbik fia, így szólt, átok legyen Kánaánon, és szolgálja legyen testvéreinek. Aztán ezt mondta, áldott legyen az Úr szemistene, Kánaán pedig az ő szolgálja legyen. Tegye Isten Jáfetet terebélyessé, és lakozzék Szem sátraiban, és Kánaán a szolgájuk legyen. Noé a víz ezen után még 350 esztendeig élt. Noé egész életkora összesen 950 esztendőt töltött ki, aztán meghalt. Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek pedig a további utódaik voltak. Fiaik születtek ugyanis a víz ezen után. Nekem pedig jó az Istenhez ragaszkodnom, az Úrba helyeznem reménységemet, az Úrba helyeznem reménységemet. Mi jó Izrael Istene az igaz szívűekhez, nekem pedig jó az Istenhez ragaszkodnom, az Úrba helyeznem reménységemet. A beszédek könyvének olvasása. Jelmezzük! Valós ember a megértés tónusa, a tanok szíve pedig átokra talál. Aki választottak keze könnyen uralomra kerül, az álnokok pedig alig szerzik meg betévő falatjukat. A rettenetes beszéd fölkavarja az igaz ember szívét, a jó hír pedig megörvendezteti, a tudással foglalkozó ember az igazi barátja önmagának, a vétkesek viszont utoléri a baj. A gonoszokat útjuk tévedésbe viszi, a csaló nem szerzi meg azt, amit kiszemelt, a tiszta ember viszont aranyat ér. Az igazság útján élet van, a gyűlölködők útjai pedig halálba vezetnek, a bölcs fiú hallgat atyára, az esztelen pedig vesztébe rohan, aki féken tartja száját, az megőrzi lelkét, aki pedig meggondolatlan a beszédben, az bajba jut. A tétlen ember hiába vágyakozik, a derék emberek kezei viszont szorgosak, az igaz gyűlöli a hazug beszédet, a gonosz pedig csúfságot művel,
és nincs bátorsága. Vannak, akik gazdagot játszanak, holott semmiük nincs, mások pedig szegény, noha dús gazdagok. A férfi lelkének a váltsága a gazdagsága, a szegény viszont nem éri fenyítés. Az igazak világossága mindenkor világít, a gonoszok mécsese pedig kialszik, az álnok lelkek bűnökben tévelyegnek, az igazak pedig irgalmasok és könyörülnek. Thank you.
Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében. Krisztusban, kedves testvéreim! Csak azt visszük át magunkkal a túloldalra, a halál utáni új életbe, amit itt hagyunk. Elmúlt hetekben az egyik legkedvesebb gondolatom ez, amelyet úgy temetéseken, sajnos sok temetésen sikerült összerakni, hogy csak azt visszük át, amit itt hagyunk. Itt van előttünk a Szent Kereszt, ami jelzi, hogy ebben az áldott időszakban a böjt felét elértük, és ilyenkor mindannyian értékeljük, hogy a böjt előtti gondolatainkat, céljainkat, hogy miben válhatnék új emberré, mennyire sikerült. És biztos, hogy mindannyiunknak megvan az az öröme, hogyha néhány centit is tudtunk új emberré válni, akkor már megérte komolyan venni a böjtöt és odafigyelni. Nekem ez a mondat volt többek között, hogy csak azt viszek át a túloldalra, amit itt hagyok. Ez jut eszemben, és kedves testvérekhez szólva, és akik a technika segítségével is követnek minket, ebben az általunk nem várt, nem tervezett nehéz helyzetben. És tudjuk jól, hogy a határhelyzetekben mutatkoznak meg, hogy kik a barátaink, kik hisznek jól, kikben van fölösleges aggódás, és sorolhatnám még azokat a gyengeségeinket, illetve erényeinket, amelyek ezekben az időben előjönnek. Én most egy kevéssé szép, pontosabban nem erényt szeretnék most kihangsúlyozni, ami ránk vélhetőleg ne jellemző, nem, illetve ne legyen jellemző. Napok óta azt hallom, azoktól, akik jó szándékúan segíteni akarnak, figyelemre méltó emberek, azért, hogy segítsünk egymáson, hogy nem számít semmi se, csak legyen meg az egészségünk. Drága jó testvéreim, tudom, hogy ez többször elhangzik, és hát ki az, aki ne vágyna az egészségre? Ki az, aki ne vágyna arra, hogy ne fájjon a lába, ne fájjon a torka, vagy ne kapja el ezt a szörnyű betegséget? Csak ne felejtsük el, hogy az életnek az értéke az, amit itt hagyunk. Miközben az egészségünkre figyelünk és vigyázunk, és most itt főleg fizikai egészségről van szó. Ne felejtsük el, hogy az Úristen előtt azzal tudunk megállni, amit itt hagyunk. Mit tettünk a másikkal? Mennyire volt bennünk remény? Mennyire tudtam figyelmeztetésnek venni ezt a megváltozott új helyzetet? Mennyire tudtam bánatot felindítva, tükörbe nézve saját magamban is keresni a világ tragédiáját? Amit itt hagyunk, azzal az Úristen előtt állunk meg, azzal ítél meg minket. Én azt kérem tőletek, hogy ezekben a mérhetetlenül nehéz napokban próbáljuk meg keresztünket víve olyan dolgokat itt hagyni, emely jeles napokban több szempontból is, amelyben mind az egyéni, mind a közösségi keresztünket szépen víve az Úristen előtt majd büszkén és boldogan állhassunk meg. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Mondjuk.
mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Uram, hirdj meg! Minden hatórunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Uram, hirdj meg! Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy érgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, érvállalsz! Uram, érvállalsz! Uram, érvállalsz! Könyörögjünk még szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáért, Isten szerető Fülöp érsek metropolitánkért, lelki atyáinkért, Krisztusban minden atyánk fiáért. Uram, érvállalsz! Uram, érvállalsz! Uram, érvállalsz! Emlékezzél meg, Urunk, hogy test vagyunk, elenyésző és vissza nem térő rehelet. Esendve kérünk, szüntesd meg a betegséget. Csillapítsd le a gyorsan terjedő járványt, mert nem a voltak dicsérnek téged, Urunk, sem azok, kik a föld alá szállanak, hanem mi élők dicsétünk és szívünk keservével sóhajtozva kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Védkeztünk ellened, és gonoszul cselekedtünk, Urunk. És ha valódi bűnbánatra el nem jutottunk, szándékunkat bűnbánat gyanánt fogad tőlünk. Légy irgalmas és szabad, és megszolgáidat a halálhozó betegségtől és gyötrő fájdalmaktól. Sírán közve kérünk téged mindenható, gyorsan hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, érvállalsz! Uram, érvállalsz! Uram, érvállalsz! Könyörögjünk még az itt jelenlévő stünet nagy és bő kegyelmeket váró népért, ami jó tevőinkért és minden igaz hitű keresztényért. És mindenkor és örökkön örökké. Thank you.
Napi kenyerünket add meg nekünk ma,
Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is mindenkor és örökkön örökké. Szent lakom. Sem csókot nem adok neked, mint Judás, hanem, mint a magam osztevő, megvallak téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, minőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, minőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, Szent, minőn eljössz a te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra. A te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested, s a te valóságos elevenítő véged. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen. Kedves testvérek, szent áldozásnak a módja következő. Minden áldozóhoz külön kanalat használunk. Ezzel együtt is kérem, hogy mindenki figyeljen oda, hogy lehetőleg ne érjen hozzá a kanálhoz, de teljes bizonyossággal ezzel el tudjuk kerülni a vírus továbbadását. Minden egyes személynek külön kanállal fogjuk átadni a szentséget. Így járuljunk a szent áldozáshoz. Azt
áldott az Isten, ki megvilágosított és megszentelt bennünket. Öröktől fogva, most is tisztább, halhatatlan, mennyei elevenítés, félelmetes titkaiban, méltóan adjunk hálát az Úrnak. Úram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Úram, irgalmazz! Ezen egész napnak tökéletes, szent békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Kivel távozzunk az Úr nevében. Uram, irgalmazz! És ó, jóságos, hogy jó harcot harcoljunk. A bőjt futását bevégezzük, a hitet sértetlenül megtartsuk. A láthatatlan szörnyek fejeit összetörjük. A bűnnek legyőzői lehessünk. És a szent feltámadást elítélés nélkül elérjük és magasztaljuk. Mert áldott és dicsőített a te legtisztesebb és fölséges neved, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Áldott legyen az
dicsérete mindenkor ajkamon. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek és vigadjanak. Magasztaljátok az Urat velem és dicsőítsük nevét mindannyian. Kerestem az Urat és meghallgatott, és minden szorongatásomból kiszabadított. Járuljatok hozzá és megvilágosodtok, és arcotok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából megmentette őt. Az Úr angyala őrködik az őt félők körül, és megszabadítja őket. Ízleljétek, és lássátok, mi jó az Úr, boldog a férfi, ki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mint mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. Gazdagok elszegényedtek és éheztek, de kik az Urat keresik, semmi jótól nem lesznek megfosztva. Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám az Úr félelmére, tanítlak titeket. Ki az az ember, ki életet akar és jó napokat szeret látni? Tartóztasd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen álnokul. Fordulj el a rossztól, és cselekedjél jót, keresd a békét, és kövesd azt. Az Úr szeme az igazakon, és füle hallja könyörgésüket, az Úr tekintete pedig a gonosztevőkön, hogy még emléküket is kiírtsa a földről. Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és az alázatos lelkűeket megmenti. Sok szorongatás éri az igazakat, de mindazokból kiszabadítja őket az Úr. Az Úr megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el azok közül. A bűnösök halála szörnyű, és akik gyűlölik az igazat, meglakulnak. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és mindazok, akik benne bíznak, nem vétkeznek. Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülőt, a boldogságos kész szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját. Ki a kerubaknál tiszteltem, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy. Ki az Istent az igény sérülés nélkül szülten, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, angyáld ást, Uram! Az Istenünk az ő legtisztában nyána, a test nélküli mennyei erőknek kettős nyelvtudományon Szent Gergely Atyánknak, és minden szentjeinek esedezései által könyörülje rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen.